Immáron a 7. Bói Csirkepaprikás Fesztivállal összekötött szüreti veszőfutásra készülnek a futók a megyében, sőt a régióban lehet ezt mondani. Ezzel kapcsolatosan beszélgetem Schmidt Ferenccel, az ötletgazdával, aki évről évre ide csalogatja ezeket a futó embereket. Nagy buli lesz idén is? Én bízom benne. Ha nem esik az eső, akkor már nyerünk. Hát de ha esik, akkor is lehet futni, nem? Persze, tavaly leszakadt az ég, ugye reggel 7 órakor olyan felhőszakadás volt, hogy azt sem tudtam, hogy mi lesz még. Aztán telefonáltak a futók, hogy ők jönnek, úgyhogy megtartottuk. Egy sokkal szerényebb létszám mellett, mondjuk egy ilyen 50 fő volt nagyjából, akik tavaly indultak. Minden évben van kis ajándék a résztvevőknek ebben az esztendőben, és itt van előttünk a világ, és hát ennek kis története is van, hogy maga a bolygó az hogy került bele ebbe a jubileumba. Igen, egy nagyon kedves barátom, aki különben nyerte az első 21 kilométeres távot itt, Takács Dávid, egy ultra-triatlonista Ironman srác, konferált föl engem egy rendezvényen, egyszer úgy, hogy a világ legjobb futóversenyének a szervezője, és akkor hát ez annyira megtisztelő volt, hogy úgy gondoltam, hogy idén akkor a világot elhozzuk ide is a plakáton is, és az eredmény is az egyedi érmekben is egy ilyen világgömböt, egy földgömböt formáló ajándék lesz. Hát a veszőfutásnak pejoratív értelme is van, persze, amikor egykoron át kellett futni katonák előtt, és azok megveszőzték az éppen büntetése várókat. Ez a veszőfutás egy kicsit más, és más lelkület is, persze. Persze, ilyen büntetésre nem számítunk, és nem is szeretnénk, bár egyszer megfordult a fejembe, hogy a végén majd a szőlőveszőből tartunk egy ilyen kis alagutat, aztán bele lehet ott futni majd, vicces lett volna. Hát ugye nekünk egy teljesen más indítatásból pattant ki ez annak idején, Botlik Dezsővel a fejünkből. De azt szerettük volna megmutatni, hogy Bói itt van a térképen, és az a fantasztikus kerékpárút, ami ott a Karasica mellett megy, ez mennyire élvezhető futás közben, és mennyire gyönyörű a tájkép. Valamikor így indult az egész. És ez részletőben is van járatva, hiszen te a mindennapokban is néha elkocogsz szörnyű. Persze, tehát én most már azt látom, hogy folyamatosan egyre többen és többen sportolnak, többen futnak azon a területen is, mondjuk a Pécs, a Volt-Szederki úton is sokan mennek. Azt gondolom, egy pálya lett ebből, egyértelműen futópálya lett belőle. Ugye az elmúlt években tényleg, ahogy mondtad, és ha nem is világeseménye, de egy tényleg kis régiót érintő eseménye nőtte ki magát ez a futóverseny, mert hogy nem itt azért lehet nyerni is, tehát a győzteseknek azért megáll a tisztelet, de hát talán a legfontosabb a részvétel, hiszen ma már egy olyan kocogó mozgalom van kialakulva, nem csak idehaza, hanem a világban mindenhol, ahol az egészséges életmód jegyében sokan húznak föl futócipőt, és tesznek meg pár kilométert, akár napi szinten is. Ez egy ilyen verseny pedig, amely tényleg hosszú kilométereket is le lehet róni, 13,5 kilométertől akár 21 kilométerig is lehet akár szólóban, avagy csapattal szaladgálni, futni. Kik jönnek általában? Van egy stabil törzsközönség, aki azt gondolom most már, hogy számít akkor is a versenyre, nem is hirdetem meg mondjuk februárban vagy márciusban. Ők már save the date, beírták a szeptember első hétvégéjét. Ők jönnek most Nagykanizsáról, Budapestről, talán Tatáról is megint lesz induló, és azért minden, a pécsiek azok egy nagyon komoly, stabil bázist adnak nekünk, és azért minden évben számítok arra, hogy jönnek újabbak és újabbak is. De tavaly Mohácsról voltak hárman futni, most pedig egy komoly mohácsi csapat van már, ők is... Jó hírét vitték az eseményt. Remélem, hogy így volt, és számítok rá, hogy volt pingpongos társaim is vannak közöttük ebben a csapatban, hogy ők is eljönnek majd idén, és megnézik, hogy milyen az a születi veszőfutás itt Bolyban. Siklósiak jönnek folyamatosan. Hogy néz ki mindez belülről? Hány órára ildomos ilyenkor érkezni? Van nevezés, persze, regisztrálni kell magukat az indulóknak, és akkor utána valamikor eldörren a rajtpisztoly. 8 órától már az a gyakorlat, hogy elkezdenek érkezni a futók, felkészülnek lélekben, testben, kicsikét még ott valaki eszik, de általában azért a 9 órás, fél tízes nagy dömping az minden évben bejön, tehát ilyen fél óra alatt megpróbál mindenki regisztrálni, fölvenni a rajtszámát, és akkor persze mindig vannak egy kicsit késők, akik ilyen 10 óra előtt pár perccel esnek be. Volt egy év, amikor várni is kellett rájuk a siklósiakra, hogy el tudjunk indulni. Én azt gondolom, hogy azért fél tízre érdemes ott lenni mindenkinek és leregisztrálni. Szokásunk, hogy az indulás előtt egy 10 perccel Éva néni tart egy kis bemelegítőt a pályán. Reméljük, hogy tényleg az idők egyes lesz hozzánk, és idén meg tudjuk tartani ezt a bemelegítőt, tehát tavaly elmaradt az eső miatt. És akkor ugye 10 órakor rajt.
amikor fesztiválokat szerveznek, szervezők, meg hát gondolom sporteseményeket is, akkor mindig odafigyelnek arra, hogy ne üsse egyik a másikat. Persze ez egy fix nap, hiszen a Csirkepaprikás Fesztivál napján van a futás délelőtt, mégis gondolom azért rápillantottatok a versenynaptárba, van valami olyan rendezvény, ami esetleg beleszólhat ebbe a történetbe? Persze, persze, és ráadásul hát mondjuk érdekes, hogy minden hétvégén van valahol futórendezvény, tehát olyan hétvége nincs, ahol nincs majd félmaraton. És ami nekünk konkurencia úgymond, és ahová sokan szoktak elmenni, az atomfutás, ez az Atom 100-as, Pakson rendezik ennek az utolsó fordulóját, hogy egy különböző rendezvények vannak, azt hiszem 6 rendezvényből áll ez a sorozat, és aki teljesíti a 100 kilométert, tehát 5 félmaratont lefut, az kap egy speciális ajándékot ezen a futáson, és akkor ugye ösztönözve vannak, hogy az utolsóra, ha valaki kihagyott egyet ráadás, akkor muszáj elmenni. És hát oda sokan mennek, sok ismerős el szokott menni az Atom 100-ra, és akkor a Paksra megy inkább, azt választja helyettünk. De ezzel együtt nagyon sokan érkeznek persze bolyba is. Hányos létszámra lehet számítani ebben az esztendőben? Óvatosan becslek, ugye, mert nehéz megjósolni. Ha jó idő lesz, akkor azt gondolom, hogy 150-180 fő is el tud jönni. Én mindesetre most 150 érmet csináltattam. Meglátjuk, hogy elég lesz-e vagy sem. Tehát nagyjából ezzel a létszámmal számolok én, és akkor azt gondolom, hogy ez jó is lesz. Vannak olyan nagy nevek, akik tényleg elismertek a futásban, és mindig itt vannak évről évre? Hát ugye az elismertség az egy különleges dolog, mert valami alapján ugye meg kell őket ítélnünk, hogy ők milyen teljesítményben igazából jók, és hogy mondjuk milyen területen országosan, vagy esetleg már Európa-bajnokságokon is részt vesznek. A Süti, talán emlékeztek rám, a Szatmári Adri készítettek riportot is vele, ő például most nyert egy félmaraton távot, talán Székesfehérváron. Most én azt gondolom, hogy a Süték biztos fognak jönni futni a futapécsesekkel. Hát a Varjúvéli életében először megtisztel bennünket ez a részvételével, hát ugye ő is egy hihetetlen komoly sportember lett az elmúlt 2-3 évben. Jönnek a siklósiak, és akit említettem, a Dávidék, akit származik végül is a világ gondolata, mint ajándék, ők is fognak jönni egy Ironman barátjával, szintén nagy nevek ebben a szakmában, mondhatom úgy. De ugyanolyan nagy nevek a gondozási központban tevékenykedők, akik megalkották például ezt a kis relikviát, és hát azok is, akik még közreműködnek, hiszen itt a kilométereket föl szoktátok rajzolni előre. Tehát egy komoly kis team dolgozik ma már ezen a versenyen. Igen, olyan érdekes, hogy ahogy mondtam is, hogy mindig van egy félmaraton valahol már a hétvégén. Nem tudom, hogy ki tudunk-e tűnni, meg nem is hiszem, hogy én akarnék ebből kitűnni ebből a sorból, de hogy valami különlegeset kapnak itt nálunk, akik ide jönnek. Nekem ez egy, hát ilyen, talán mondhatom, hogy kicsit ilyen misszió, hogy ezt az egészet a bólyak csináljuk. Tehát, hogy maradjon ez itt bólyban. Most például felajánlotta egy kolléganőm, aki nemrég elkezdett edzéseket tartani, fitness edzéseket, hogy ő szívesen jönne bemelegíteni. Én mindig az Évanénit szeretem, hogyha ott van és ő tartja. A díjaknál pedig most már aztán a negyedik éve csinálják a Juditék, hogy a készül itt készíti el az alapsablonokat, és akkor a fogyatékos otthon lakói azok nagy gondossággal és hatalmas szeretettel fejezik be az összes remek művet. Tehát így gyakorlatilag kap mindenki egy díjat, ami végül is egy sablon, mert mindenki ezt a földgömböt viszi majd haza, de mivel mindenki, aki benn lakik, egy nagyon szép festést visz rá, így mégiscsak egyedi. Aztán persze ott vannak a segítők, akik folyamatosan minden évben jönnek, ott vannak a regisztrációnál a bólyak, ott vannak a szponzori tálában, akik felajánlják ugye a borokat, a szőlővesszőt, amikor megkötik a szőlővesszőt, a Juditék, ugye a Szabó Juditék készítik. Szabó Lacika hozza minden évben a vizet. Hát egy fantasztikus összefogás, nekem ez egy óriási dolog, és akkor az iskolások, akik meg ugye fantasztikus, hogy minden pénteken ott vannak 2-kor a partbejáratnál, és most már a Briginek az osztálya, akik elkezdték valamikor csinálni, ők már elhagyták az iskolai köteléket, tehát már nem általános iskolások, és tavaly aranyosan megkérdezték, hogy azért visszajöhetnek majd rajzolni idén is, attól függetlenül nem általános iskolások. Hát persze, hát örülünk neki, hogyha jönnek, de most meg két csapat van, a Briginek az új osztálya és a régi osztálya is fog jönni. Szóval azt gondolom, hogy egy közösségformáló rendezvénynek is első osztályú. Ilyen visszafogott várakozás van ilyenkor a verseny előtt? Hát persze, mert nem, igazából nagyon nehéz belülni, hogy mi lesz. Hát a rulett egy kicsit. Igen, most ezzel a 150-nel pont most idefelé beszélgettem az Olaoszival, hogy ő is mindig segít szervezni, hogy lehet, hogy többen lesznek, mint 150-en, akkor utána fogom gyártatni, és akkor elküldöm majd postán azoknak, akik részt vettek. Ha jó az idő, tehát ha jó idő lesz, akkor elképzelhető, hogy lesznek ennél többen, és most pont a futapécsesek rendezik meg a hétvégén
a reptéri félmaratont, ugye a Pogányi Reptéren lesz egy éjszakai ilyen félmaratoni futás. A Feriékkel beszéltem, a szervezőkkel, és mondják, hogy hát több mint 300-an vannak már. Ez azért brutális nagy szám. Ez nagy szám, tehát ez egy nagyon nagy szám, és én ennek tekintetében, és mondjuk hogy azért nagyon komoly, meg ez egy különleges dolog azért reptéren futni, azért azt gondolom, meg ugye tavaly is futottunk, meg tavaly előtt is a reptéren, tényleg egy különleges dolog. Ha itt egy 150 főt el tudunk idehozni Bólyba, főleg mondom, hogy Budapestről, meg a Balaton környékéről, azért ez egy szenzációs dolog. Le a kalappal az eddigi szervezés előtt is, és akkor kívánjuk, hogy kellemes, jó idő legyen. Már a nagyon nagy napsütés az nem jó a futóknak, egy kis borongos idő az nem árt, akkor jobban esik a futás is. Hát ugye tavaly az, amit mondtam is, hogy szakadt az eső, és pont a futásra arra egy olyan ideális hőmérséklet lett, ami 21-22 fokos, amire azt mondták, amikor befutottak a pályán, hogy oké, nedves volt az aszfalt, kicsit csúszott sok helyen ott a Kisbudmérő dombon, de hogy a futásra teljesen optimális volt. Lesz egy kis vendéglátás is utána, ahogy szokott lenni? Így van, a Fónai pincében ott összegyűlünk, szerintem ilyen 40-50-en, és akkor lesz egy csirkepaprikás, amit elfogyasztunk közösen. Hát persze, ez egy fantasztikus dolog, hogy a Daniék is évről évre megszervezik ezt a rendezvényt, és mi rá tudtunk erre csatlakozni. Ugye itt 2-1 túin van, a délelőtti órákban egy komoly teljesítmény a futópályán, aztán délután pedig egy más gasztronómiai élmény, meg egy kulturális élmény. Szóval így teljesen kerek, komplex ez a nap. Abszolút. Jó futást mindenkinek. Köszönöm szépen, meg a lehetőséget is köszönöm szépen.